Amerikai, brit és izrael mintára indult el hazánkban a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram. Az ottani eredmények alapján a programban résztvevő tanulók tanulmányi eredménye átlagosan 7-15%-kal javult. Ez olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. Hasonló eredményeket szeretnének elérni az új hazai mentorprogrammal is. A célja, amint a címe is mutatja, hogy tegyünk valamit közösen Magyarországért, azoknak a kisdiákoknak, akik hátrányos helyzetű térségben laknak, adjunk meg minden segítséget azért, hogy tudjanak boldogulni az életben. Ez azt jelenti, hogy fejezzék be sikeresen az általános iskolát, tudjanak tovább tanulni, akár úgy, hogy egy szakmát adó középiskolába, akár úgy, hogy később egyetemen tudják folytatni a tanulmányaikat, és túl azon, hogy sikeres és boldog pályát fussanak be, maradjanak ebben a régióban, és ennek a felemelésért dolgozzanak. Négy megye 50 iskolájában közel 3000 7.-8. osztályos diákhoz jutnak el a mentorok. Jövő tanév szeptemberétől heti egy napot töltenek majd együtt. A kisdiákok az életkorban hozzájuk közel álló mentorokkal könnyebben szót értenek, akik így hatékonyabban tudnak segíteni a pályaorientációban és a tehetségük kibontakoztatásában. Az egyetemisták azért nem ingyen dolgoznak, hanem 30.000 forint havi ösztöndíjban részesülnek. Tehát azok, akik sikeresen teljesítik a Tanítsunk Magyarországért szabadon választható kurzust a Nyíregyházi Egyetemen, és utána beválasztjuk őket, vagy a tanáraik beválasztják őket a mentorálási programba, és 2019. szeptemberétől elkezdik a mentorálást, ők havi 30.000 forint ösztöndíjban részesülnek, és ezen túlmenően, hogyha a gondjaikra bízott diákok jól teljesítenek az iskolában, javulnak a tanulmányi eredményeik, tovább tanulnak, ott sem morzsolódnak le, ott is jól tanulnak még, és utána elhelyezkednek a munkaerőpiacon, vagy az egyetemre jelentkeznek és sikeres felvételt nyernek, akkor további honoráriumban részesülhetnek a mentorok. 2019-ben négy egyetemen indul kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátíthatják a mentori tevékenységhez kapcsolódó ismereteket és kompetenciákat. A Pilot Program oktatási intézményei a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci, a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetem. Mi egy olyan hátrányos térség szellemi központja vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok fiatal morzsolódik le az iskolából, tehát úgy hagyja ott már akár az alapszintű oktatást is, hogy nem végez. Tulajdonképpen ez a program egy mentorprogram, ahol a nyíregyházi egyetemista hallgatók, akik erre vállalkoztak, azok készülnek fel arra, hogy ők mentorok legyenek, és a vidéki települések 7.-8. osztályos diákjait támogassák, segítsék mindenféle szempontból. A Nyíregyházi Egyetem 120 nappali és levelezős hallgatója csatlakozott a mentorprogramhoz. Köztünk nem csak pedagógus képzésben résztvevők vannak, jelentkeztek műszaki, agrár és gazdasági képzésből is. Ez azt jelenti, attól, hogy valaki nem pedagógus jelölt, még szociálisan érzékeny lehet, mondta el az egyetem rektora.